Nincs mit ezen szépíteni, az erdélyi testvéreinkkel árultak bennünket. Saját zsebükre szavaztak, az erdélyi magyar iskolákra külhoni, anyországi, pénzből, meg az erdélyi magyar kórházakra, miért, 100 év alatt nem tanultak meg annyira románul, hogy a román kórházakban nem érték a szót, vagy mi van? Arra szavaztak, hogy pénznyelő automatként működjenek, és hogy még mindig ne kelljen felnőniük feladataikhoz. Engem zavar és dühít, hogy eladták a becsületüket, ahogy volt nekik. Majd 100 éve vagytok Románia része, édes öcsém. Majd 100 éve. Ha fontos nektek a magyar oktatás, adakozzatok, szervezzétek meg, pályázatok európai felzárkóztatási pénzekre, mint kikisebbég, egyezhetségzátok, Románia kormányával, tüntessetek, ha nem áll kötélnek, és ha nyelvi hátrányban vagytok az egészségben, alapítsatok alapítványokat, amelyek a magyar anyanyelvű fiataljaitokat arra ösztönzik, hogy az egészség irányába tanuljanak tovább, támogassátok. Gassátok ebből a pénzből ösztöndíjjal a magyar anyanyelvű jó tanuló ápoló tanoncokat, eljövendő orvosokat és gyógytornászokat és a többi. Nem külön kórház kell oda, hanem mindkét nyelvet anyanyelvi szinten bíró személyzet. Belső viszályaitok helyett inkább tegyetek magatokért. Mondjátok, meddig akartok egy másik ország nyakán élősködni? Meddig akartok még megélni abból, hogy sajnáltatjátok magatokat a 100 évvel korábbi Trianon miatt? Még egyszer 100 év elég lesz? Vagy 200? Szégyenletes, hogy kényelemből, önszerveződési képtelenségből volt pofátok saját előnyötökre 8 millió embert a zsarnok diktatúra felé lökni. Ez nem csak bűn, de egyenesen becstelenség. Nem vagytok tovább a testvéreink, világos? Ki vagytok tagadva? Elárultátok Magyarországot, azt a szerencsétlen 2,8 milliót is, akik megtévesztettségükben a Fideszre szavaztak. Ennyi. Szerző, Tímea Balaskó, Karcegylet facebook oldala.